A remek időjárásnak köszönhetően idén is nagyon sokan választották hétvégi programnak a Hajt az agyba kerékpáros teljesítménytúrát. A szervezők a rajtot 9 és 10 óra között hirdették, de már jóval a megadott időpont előtt vidám biciklisek vártak az indulásra. A tavalyihoz képest egy minimális változás történt a középtávon, valamint ugye mivel nagy távot is írtunk ki 50 kilométerre, a régi hagyományoknak megfelelően az 50 kilométer átmegy most az új erdei részre. A bringások nagyobb része természetesen időben elindult. Ekkor a regisztrálók száma a 400-hoz közeledett, de még mindig többen várakoztak az asztaloknál. Legtöbben, főleg a gyerekes családok, a 18, a bátrabbak viszont a leghosszabbat, azaz az 50 kilométert választották. Nem bátornak mondom, hanem inkább természet szeretőnek, és igen, a hál' Istennek a jászberények szeretnek kerékpározni, és emiatt ez a rendezvénynek köszönhetően ez a létszám. Természetesen nem csak a főrendező által említett jászberények pattantak kerékpárra, hanem nagyon sokan érkeztek a Tápió vidékéről, sőt a fővárosból is. Rendszeresen szoktam, ez kiemelt pont az életemben. Minden október elsője, vagy október első hétvégé, akkor az mindig hajtával indul nekünk. A táj az rendkívül szép, változatos, nagyon szeretjük. Most az idő is nagyon szép nekünk, úgyhogy bízunk benne, hogy jó is lesz. A túrázók nagy részét több dolog is motiválta. Általában a jó idő, a kerékpározás iránti szeretet, másrészt pedig a szép őszi hajtai táj. Most az idő is nagyon szép lett, meg az is, hogy egy kis csapat összetartást is jelent ez nekünk ilyenkor, mert ugye vannak családosak köztünk, ugye nem mindig sikerül már olyan programokat szervezni, amik mindenkinek jó, de ilyenkor úgy időzítünk direkt, hogy a hajtatúra az együtt legyen. Ez a hajta környék, ez nagyon szép, főleg ilyenkor kora ősszel. Hát meg maga a mozgás, meg nagyon szép idő van, úgyhogy egy kellemes időtöltés. Egy a részvétel, nekünk az, a csapat, a táj is persze, úgy errefelé nem mindent ismerünk, amit itt részt veszünk, úgyhogy izgalommal várjuk a hajtatúrát. A túrázók arra is felkészültek, hogyha valamilyen technikai probléma adódik kerékpárjukkal, azt meg tudják javítani. Hoztunk táskát, abban megtalálható gumiragasztó, pumpa, azt is hoztunk, tehát fel vagyunk készülve mindenre. Kulcsot, meg egy tartalékgumit, mert sose lehet tudni, hogy történik valami, kellemetlen tolni, hogyha menet közben történik valami. A túra útvonala a város nyugati szélén, az elkerülő úton haladt. Majd Kerekudvaron át, a Jászfelső Szentgyörgyi úton vezetett tovább. Ide már nem messze volt az a regisztrációs pont, ami a legrövidebb táv felét jelentette. A felén vagyunk túl, a fiatalok, azok nagyon-nagyon gyorsan mentek. Hát én a középmezőnyben vagyok, de azért teljesíteni tudom, azt hiszem, velük együtt ezt a távot. A főrendező miután megtekintette a véglegesnek mondható résztvevők számát, ami egyébként 500 felett volt, már a kerékpározók beérkezése előtt örömmel konstatálta, hogy ilyen nagy számú érdeklődés miatt a további években is számíthatnak rá a bringások. Kijelenthető-e már, hogy sikeresnek tekinthető, és ezt nem szabad abba hagyni, akár éveken át kell rendezni? Mindenképpen sikeres, ha ez egyik oldalról nézzük, ha az másikról, ha kevesen vannak, ha többen, mert az a lényeg, hogy kint legyenek, jó érezzék magukat, és kerékpározzanak.